István és édesapja Géza nagysága éppen abban van, hogy megértették, hogy azt a fajta létstílust, amit eddig a kalandozások kora során és előtte a Kárpát-medencei honfoglalás során a magyarság követett, nem lehet és nem szabad továbbvinni. Mert az Augsburgi csatamező is megmutatta, hogy éppen az vész el, amivel sajnos mi magyarok sem tudtunk igazán jól gazdálkodni a történelem folyamán, a magyar vér, az emberek, és egyszerűen fölmorzsolódik ez a nép, ha nem kap biztonságot, és nem kap megtartó erőt. Hölgyeim és uraim, ezeket a gondolatokat eddig nagyon sok hasonló összejövetelen sokan többféle szempontból elemezték. Amikor Ipolyságra jöttem, és arra gondoltam, hogy mi az a két-három gondolatmenet, ami még nem igazán hangzott el ezen az ünnepen, vagy ennek az ünnepnek a vonzás körében, és nem igazán jelent meg a médiában sem, akkor a következőkre találtam. Először. Nem is igazán mindegy, hogy milyen állam alapult itt. Nagyon sokan felületesen csak utalnak István intelmeire, annak komoly tudósok is vannak, akik azt mondják, hogy István fiának, Imre hercegnek összeállított intelmei, azok lényegében az első magyar alkotmány gyökere lehetnek. És azt hiszem, hogy ez nagyon közel van, ez a megállapítás nagyon közel van az igazsághoz. De ha megnézzük, hogy mi van ezekben az intelmekben, akkor bírdolunk le igazán most is, 21. századi fejjel, és szemben nézve ezeket a sorokat. Mert az van beleírva, hogy akkor lesz erős a te birodalmad, mondja István fiának Imrének, tehát akkor lesz erős a Magyarország, ha az erkölcs és az igazság fog uralkodni ebben az országban. Nem te, hanem az erkölcs és az igazság. Hogyha az isteni üzenetet úgy tudod átvinni a mindennapok életébe, hogy a polgárok, az alattvalóid, akik fölött uralkodsz, elégedettek és boldogak legyenek. Nem szeretnék helytelen összefüggéseket felhozni most ezen az estén, de azért, ha netán van önök közül bárki, aki politikai pártok 21. századi programjait olvassa, melyikben található meg ez a gondolatmenet? Az öncélú a napi előnyöket, személyes előnyöket, csoport előnyöket figyelembe vevő politizálás korában, mint amilyen sajnos a mostani a miénk, mennyire üdítően hatnak azok a szavak, amelyeket 1100 évvel ezelőtt vetettek papírra. Amikor azt írja, hogy nagyon figyelj oda az elesettekre és a kiszolgáltatottakra. Ne engedd meg, hogy a társadalomban, abban az országban, amely fölött uralkodsz, írja István Imrének, sok legyen az elesettek és a kiszolgáltatottak aránya. Mert akkor gyenge lesz az ország. Mai szóhasználattal érve Szent István, és valószínűleg Asztrik, aki ezeket a sorokat a papírra vetette, a szociális állam filozófiáját írták le 1100 évvel ezelőtt. Nem akarok se többet, se kevesebbet mondani ezzel az első gondolatmenettel, csupán arra azt, hogy büszkék lehetünk arra a szellemi pompára és nagyságra, amelyre a magyar állam épült, és nem véletlen, hogy megalakulása után, egész addig, amíg el nem rontottuk, a magyar állam Európa egyik legerősebb, leghatalmasabb állama lett a magyar király nélkül, nem hoztak a középkor végéig a török háborúkig semmilyen európai fontos döntést. És akkor most nézzük meg a másik gondolatmenetet. Miért fontos mindez számunkra? Miért fontos számunkra, hogy most itt Ipolyságban összejövünk, és tisztelettel hajtunk fejet államalapító királyunk, és üzenete előtt? Én azt hiszem, a legnagyobb veszély, ami a 21. században a felvidéki magyar közösséget, a szlovákiai magyar közösséget fenyegeti, az a kiüresedés és az elidegenedés.
Én döbbenten olvastam nemrégiben egy statisztikát, amelynek értelmében a szlovákiai magyar polgárok több mint 50%-a a szlovák sajtó, vagy a szlovák többség véleményével méri magát magyarán. Ha ők valamit elfogadnak a mi együttélési modellünkből, akkor azt mi is elfogadjuk. Ha ők valamit nehezményeznek, vagy rosszat tartanak, akkor attól mi is elveszünk a kezünket, függetlenül attól, hogy ez a mi érdekünk-e vagy sem. És én azt hiszem, hogy ez az egyik legnagyobb veszély, hogy önmagunktól, ami belső világunktól, ami magyar világunktól idegenedünk el. Én azt hiszem, ezt senki nem kívánja, senki nem kívánhatja tőlünk, és azt hiszem, hogy akkor fogja megbecsülni önmagát ez a közösség, a szlovákiai magyarság, a felvidéki magyarság is, ha épp a belső értékeihez lesz hű, megint csak a szentispári üzenetnek megfelelően. Ha nekünk a mi nyelvünk, a mi történelmünk, a mi iskolánk, a mi intézményeink, a mi színházaink vesznek a fontosak, és ha mi úgy próbálunk megélni és úgy akarunk élni, ahogy ez nekünk elsősorban megfelel. Egyébként ez egy szabad és demokratikus állam alapvető követelménye, hogy az úr az nem az állam, hanem az úr az állampolgár, és az állampolgár mondja meg azt, hogy milyen körülmények között érzi jól magát abban az adott társadalomban. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, én azt hiszem, hogy ez a mai ünnep, és ez a nemzeti ünnepeink a legfontosabb üzenete. Az, hogy vállalnunk kell magunknak, és nem szabad megengednünk azt, hogy éppen a mi generációk legyen az, amelyik a történelmi folytonosságot megszakítja. A történelem valahogy olyan, mint amikor betonozzák a házat. Megvannak az alapok, ráteszik az első emeletet, második emeletet, a továbbiakat, de ha bármelyiket kihúzzuk belőle, összeomlik az egész magyarán. Ha valaki 2014-ben vagy 2015-ben megtagadja a magyarságát és asszimilálódik, ezzel az egész eddigi folyamatot kérdőjelzi meg, és apáink, nagyapáink vállalását is megkérdőjelezi. Azt hiszem, hogy ezt nem szabad megtenni, ez lehet a mai ünnep második legfontosabb üzenete, a hűség önmagunkhoz, a hűség az értékeinkhez, a hűség a közösségünkhöz, a hűség a jövőnkhöz. Ha fölül tudunk emelkedni a napi problémákból, ha fölül tudunk emelkedni az esetleges megosztottságokból, ha tudjuk látni a közös célt és a közös jövőt, akkor lesz igazán esélyünk a közös jövőre és a felemelkedésre. Azt hiszem, ez az, amit ma este el kellene és innen vénünk, mint annyiunknak. Ezt az emelkedettséget, ezt a belső töltetet, ezt a belső bizonyosságot, ezt a belső értékrendet. Igenis, van értelme találkozni, van értelme ünnepelni, van értelme felemelt fejjel öntudatos emberként élni és járni a világban, és van értelme megkeresni néha egymás tekintetét és egymás kezét is. Ezért köszönöm szépen, hogy itt lehettem. Köszönöm a szervezőknek ezt a szép estét. Mindannyiunknak nagyon szép, nagyon jó szórakozást, nagyon sok élmény, és főleg ez a belső megtartó erő növekedését kívánom. Köszönöm szépen!